Az eredmény várható volt, hiszen valamennyi közelkutatás azt mutatta, már évekkel ezelőtt is, hogy az ország polgárának a döntő többsége elégedetlen azzal az irányvonallal, amit Ukrajna politikáit képvisel, mert kiábrándult az egész politikáitből, és nem támogatja a vezető politikusokat sem, hiszen éveken keresztül a vezető politikusoknak népszerűsége nem érte el a 15%-ot sem, mert várható volt, hogy ebben fordulat várható, és mivel az ismert, népszerűbb személyiségek közül egyedül Volodymyr Zelenszky volt az, aki nem volt köthető a régi politikai elithez, emiatt történt ez a győzelem, amit előrejeleztek a közvéleménykutatók is, hogy egy olyan személy nyert az elnökválasztásnak a első fordulóját nagy fölénnyel, aki korábban nem volt köthető a régi politikai elitekhez. Hogyan tovább, mi várható, lesz esetleg bármilyen formában egyeztetés az elnökjelöltekkel a magyar szervezetek részéről, mik a további lépések? Nyilván készek vagyunk tárgyalni a Kárpátaljai Magyarság a kapcsolatos kérdésekben, hiszen korábban is folytattuk megbeszéléseket elnökjelöltekkel. Hát nyilván ez két fél kell, ugye az elnökjelölt és a KMKSZ erre kész, meg fogjuk látni. Azonban a kétségtelen tény az, hogy bebizonyosodott újra, hogy Kárpátalja az nem Galícia, hiszen még Galíciában ugye Petro Poroshenko nyert, és azok a pártok, amelyek a humanitárius kérdésekben ezeket a türelmetlen kisebbségeket, vagy szűkítő irányvonalat képviselik, addig Kárpátalján ez nem így történt. És hasonlóan Kárpátalja többi lakójához szavazott a kárpátaljai magyarság, és igaz az, hogy a részvétel az nagyon csekély volt több okból, és az egyik az, hogy végül is olyat, akiből valójában tiszta szívvel lehetett volna támogatni a esélyes jelöltek között, nem igazán találta a magyarság, másrészt pedig a, nyilván az elvándorlás is, a munkavállalás külföldön ez befolyásolta. Kíváncsian várjuk a fejleményeket, még van 3 hetünk, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Közvetlenül a választásokat megelőző napokon is tartott az ukrán hatóságok által a kárpátaljai magyarok zaklatása, behívása különböző kihallgatásokra. Ez mennyire nyomja rá például magyar oldalról a bélyegét a választási kedvre ön szerint? Hát szerintem az emberek többségében a elvárt félelem helyett inkább dühöt vált ki, és ez egyáltalán nem okoz olyan eredmény, mint amit ezt az elkövetők gondolnak, hiszen a kárpátaljai magyarság a választásokon is megmutatta azt, hogy a jelenlegi politikával akár az egész országot illetően, de a kárpátaljai magyarság vonatkozásával is nem ért egyet, és ennek köszönhető elsősorban Petro Poroshenkónak a rendkívül csekély eredménye. Magyar vidéken, de Kárpátalján is. Kisebbségi konferenciát tartanak Brüsszelben, hogyan jelenik meg Kárpátalja, mi lesz a fő célja a konferenciának? Elsősorban az, hogy újra felhívjuk a figyelmét a Európának, az Európai Uniónak arra, hogy itt el egy kisebbségnek, a magyar kisebbségnek az üldözése folyik már évek óta, hiszen 14 évet tart a magyar ellenes kampány, amelynek voltak olyan részei, amelyek szélsőséges radikális csoportoknak a fellépései, a székházuk felgyújtása, felrobbantása, vagy éppen az ön által is említett titkosszolgálatok megzállása a határon, vagy pedig behívogatása az SBU-ra. Itt lenne az ideje annak, hogy Európa ezzel kapcsolatban közbelépjen, és elmondja ez a véleményét, hiszen nem képzelhető el az, hogy egy ország deklarálja azt, hogy ő csatlakozni kíván az Európaihoz, a NATO-hoz, amelyek nem csak katonai és gazdasági közösségek, hanem értékközösségek is, és azt hiszem, hogy az alapelvei az EU-nak nem engedik azt, hogy valahol büntetlenül elnyomjanak kisebbségeket, vagy üldözzenek kisebbségeket, ami meggyőződésük szerint történik jelenleg Kárpátalján.